Kezdetben a Városi Stadion, ma majd a Continental Arenában rendezték azt a játékos ügyességi versenyt, melyre a város óvodásait hívták meg a szervezők. 25. alkalommal rendezik meg csütörtökön az eseményt, mely ma már nem verseny, hanem fesztivál. Minden résztvevő ugyanis ajándékot kap, a lényeg pedig nem az, hogy melyik csapat győz, hanem hogy az ovisok megszeressék a sportot. Nyilván egy intézményvezetőnek, egy ügyvezetőnek, aki a sporttal foglalkozik, ez egy hatalmas dolog, hogy közel 300 kis óvodás különböző versenyszámokba méri össze a tudását, ami nem is igazából verseny, hanem egy fesztivál jellegű. Úgy alakítottuk ki a feladatokat, hogy nem feltétlen a győzelem lesz a fontos ezen a rendezvényen, hanem a minél nagyobb számú részvétel, és hát roppantul élvezik hagyományszerűen a gyerekek ezeket a vetélkedőket, és próbáljuk kiszélesíteni a palettát. A fesztivált Nyíregyháza önkormányzata is támogatja, és 28 intézményből érkeznek kicsik. Van, ahonnan a legkisebbeket is elhozzák az óvónők, hogy szurkoljanak, míg a nagyobbak pályára lépnek. Jól érzik magukat, látják, hogy mekkora hangulat van, hiszen ez a hangulat szurkolásba megy. Találkozhatok esetleg a négy égtájból olyan óvodás gyerekkel, aki éppen a barátom, vagy a játszótéren találkozunk, vagy családi barát. Látják, hogy egy nagy család vagyunk itt, egy nagy közösség, és itt jól érzik magukat. A végén, amikor megkapják azokat a kis ajándékokat, amiket hazavihetnek, rádöbben a gyerek, hogy mindenki érmet kapott, mindenki kap egy kis személyes ajándékot, egy kis óvodás ajándékot, egy jó érzés az egész gyereknek. Nem verseny volt, viszont egy nagyot játszottunk, együtt voltunk, és azt gondolom, hogy ez az öröm, ez az élmény kell az óvodás gyerekeknek. A fesztivált csütörtökön délelőtt rendezik a Continental Arénában, ez egy jó alkalom arra is, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum edzői a legtehetségesebb gyerekeket megfigyeljék. Néhány éve Szikszai Róbert és Hellebrandt Máté is hasonló ovis versenyen vett részt, ma pedig már nemzetközi versenyeken képviselik Nyíregyházát.